A PBN bemutatja régiós lehetőségek a zöld közlekedésben. A Smart High Hour projekt partnereként a PBN céljai között szerepel a hidrogén, illetve elektromos mobilitás népszerűségének növelése, az ezzel kapcsolatban felmerülő infrastruktúrális és technológiai akadályok leküzdésének elősegítése. A témába készült interjúk most mindannyiunk számára betekintést engednek az országos és a Nyugat-Dunántúli régió jövőbeni lehetőségeibe, melyről dr. Bogdán Olivér okleveles környezetmérnök a következőképpen nyilatkozik. A nemzeti szakpolitikai keret alapján a legfőbb indikátorunk a töltőállomásoknak a száma, az a hidrogén töltőállomásoknak. Jelen pillanatban 2020-ra van előirányozva 2, 2025-re 5, illetve 2030-ra 14. Sajnos jelen pillanatban még egy sem valósult meg, ennek a felülvizsgálata folyik, de bízunk benne, hogy ez megmarad. Hogy mi az aktuális helyzet Vas megyében, arról dr. Kondora Bálintot, a Vas megyei közgyűlés alelnökét kérdeztük meg. Az ezzel való törődést azt a megyei szintjén, illetve a megyei önkormányzat szintjén azt kell, hogy mondjam, hogy még stratégiai szinten sem kezeltük az elmúlt időszakban. Jól lehet, a zöld közlekedés, a zöld mobilitás egy hangsúlyos szerepet töltött be a megyei stratégiákban, de sokkal inkább az elektromobilitás, illetve a kerékpáros közlekedés volt az, amelyre a hangsúlyt helyeztük. Most egy új fejlesztési ciklus előtt állunk, úgy, ahogy az Európai Unió is, és megyei szinten is meg kell alkotnunk azokat a dokumentumokat, amelyek a következő ciklus fejlesztéseit meg fogják majd határozni. Itt lehetőség lesz arra, hogy a hidrogén technológiát, illetve egyáltalán a hidrogénnel kapcsolatos kérdéseket kezeljük, legalább stratégiai szinten, hiszen úgy gondolom, hogy maga a technológia fejlődése előrevetíti azt, hogy ezzel ilyen szinten is foglalkozni kell, mármint területi szinten, megyei önkormányzat és kistelepülések szintjén. Dr. Bogdán Olivér a régiós fejlesztést illetően a következőkre hívta fel a figyelmünket. Ami fontos lenne, hogy ez ne csak töltőállomásként, hanem komplex beruházásként kerüljön kivitelezésre, hisz már kapásból itt is a jelenlévő szélerőműveknek, napelemeknek az energiáit impulzusszerűen el lehetne raktározni, és később ebben ezt felhasználni, és kiegyenlíteni ez az impulzusos energiaáramlást. A nyugati korridorok, úgynevezett hidrogéntöltőállomásoknak a kapcsolatrendszere Bécsben, Grazban, Szlovákiában és Szlovéniában ér véget. Tehát regionális szinten nagy lehetőség van, hogy ezen a szinten bekapcsolódjunk, és az említett töltőállomásokból, ami 2020-ra kellene, hogy megvalósuljon, az egyik talán itt valósulhatna meg, és csatlakozna az említett nyugati országokhoz. Hogy Vas megyében konkrétan hol látnak mindehhez kapcsolódási lehetőséget, dr. Kondora Bálint a következőképpen fogalmaz. Úgy gondolom, hogy Vas megyében van egy olyan gazdasági ágazat, ahol talán bevezethető lesz majd akár a hidrogénhajtású buszok, a hidrogénhajtású tömegközlekedésnek a pilot jellegű megvalósítása, ez pedig a turizmus, hiszen Vas megyében, hogyha normális a helyzet és nincsen koronavírus és nincsenek különféle olyan hátráltató tényezők, amelyek idén nehezítették a turizmus helyzetét, azért több százezer vendég érkezik, és nagyon nehéz kérdés, és nagyon régóta foglalkoztat minket az, hogy ezeknek a vendégeknek a mozgatása, a megfelelő irányítása az hogyan történhet. Mindenképpen valamilyen környezetbarát technológiával kell ezt megoldani, hiszen az nem megoldás, hogy mindenki a saját autójával közlekedik a megyében. Tehát a turizmus lehet az a felület, az a terület, ahol először egy ilyen projektet, akár csak pilot jelleggel, de megpróbálunk megvalósítani, és később akár a tömegközlekedés vagy mindennapi felhasználás szintjére is eljuthat majd a dolog. Talán egy átmeneti időszakban vagyunk ezzel kapcsolatban, hiszen a benzines, illetve a dízelüzemi autókat még nem tudjuk lerakni, az elektromosra még nem tudtunk átállni, és nem látjuk, hogy mi lesz ennek a fejlődési folyamatnak a vége. Elképzelhető, és nagyon sok jel abba az irányba mutat, hogy a hidrogén, ami egy teljesen tiszta energiaforrás jelent, egy teljesen tiszta üzemet jelent, talán ez lesz egy végkifejlete ennek a folyamatnak. Erre a kérdésre kell nekünk is a megyei stratégiák, illetve a különféle megvalósítandó projektek kapcsán reagálnunk.